estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Szepesi Tibor, a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselője, akivel áttekintjük a 2016-os esztendő eredményeit, eseményeit. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szepesi Tibor, a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselője és a Dérényi Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, hogy ugye eltelt a 2016-os esztendő, és át szoktuk nézni az év eseményeit, eredményeit képviselői szemszögből is. Hogyan értékeli a 2016-os esztendőt, mint önkormányzati képviselő? Bár van még néhány nap hátra az évből, és azt gondolom, hogy ha a városi rendezvényeket tekintjük, akkor még elég zsúfolt lesz ez a hátra lévő időszak, de valóban azt az adventi időszakot éljük, amikor egy picit vissza kell tekinteni. Nyilván nem csak a képviselői munkára, hanem az intézmény életére, és hát úgy általában az emberek saját életüket is áttekintik, amikor így évvége felé közelednek, új célokat fogalmaznak meg, és hát nyilván próbálják majd ezeket a következő évben megvalósítani. Melyek voltak az idei évre kitűzött céljai, mint önkormányzati képviselő? Én azt gondolom, közösen tűztük ki azokat a célokat a képviselő testületben, illetve a körzetben élő lakókkal, hiszen folyamatosak azok a megkeresések, amikor elmondják, hogy mit szeretnének, mit kellene javítani, mi az, amit egy picit másképp lehetne megélni. Természetes, hogy vannak állandó feladatok, amelyeket el kell végezni, és utána azok a sok apró, pici mozdulatok, amelyek mind azért vannak, hogy egyrészt fejlődjön a város, fejlődjön a településnek az a része is, másrészt pedig hát nyilván ezek a mindennapi adhok jellegű problémáknak a megoldása, ami nem kis feladat néha, azt kell, hogy mondjam, komoly előkészítéseket igényel, de aztán amikor elkészül, akkor hát reméljük, hogy hosszú távon is szolgálja majd az ott élők minél jobb körülményeit. Én úgy gondolom, hogy így történt ez 15-ben is, amikor fölmértük azokat a lehetőségeket, hogy milyen munkálatokat kell elvégeznünk 2016-ban. Ha összességében kell fogalmazni, akkor azt mondom, hogy nagy részt tudtuk teljesíteni ezeket a feladatokat. Hogyan tartja ön, illetve hogyan tartják önnel a lakók, a város ottani lakói a kapcsolatot? Ugye mondta, hogy nagyon fontos a kapcsolattartás, és mindig érkeznek megkeresések. Milyen lehetőségeik vannak erre? Elég tág, én azt gondolom, hiszen nem csak a fogadóvárák állnak rendelkezésre, hanem a különböző rendezvényeken is meg tudjuk beszélni azokat a problémákat, amelyek fölmerülnek. De hát előfordul, hogy az utcán, a boltban, telefonon keresnek. Tehát 0-24-ben rendelnek, hogy ha lehet így mondani. Aki nagyon szeretne, az valamilyen formában el tud érni, és hát természetes, hogy bármikor állok rendelkezésére mindenkinek. Azt mondta az előbb, hogy felmérték a 2016-os célokat, lehetőségeket, terveket. Mi volt előirányozva, ami a körzet fejlődését szolgálja, és hogy látja, mi az, ami ebből ténylegesen teljesülni tudott?
Így van, én azt gondolom, hogy a legfontosabb a környezetünk rendben tartása volt. Meg kell jegyezni, hogy a lakók is öntevékenyen részt vettek ebbe a programba, hiszen mindenféle felszólítás nélkül talán azt kell, hogy mondjam, egyre jobban odafigyelnek arra, hogy a saját környezetük rendben legyen. Fákat metszenek, árkokat takarítanak, füvet vágnak, tehát folyamatosan szép és szépül a városrész. És hát nyilván ez volt a legfontosabb feladat, hogy azokat a szemetes gócpontokat megszüntessük, azokat a napi elszórt szemeteket, ami zárójelben megjegyzem, hogy egyre kevesebb szerencsére, ezeket folyamatosan szedjük, tehát takarítsuk a környezetünket. Én úgy gondolom, hogy nagy segítségre volt nem csak ebben, hanem az egyéb munkálatokban is a Városgondnokság szakemberei, az a közmunkaprogram, amely lehetővé tette, hogy a város külterülete is egyre szebbek és szemétmentesek legyenek, ha így fogalmazhatok. És hát nyilván ennek apropóján azért előirányoztuk erre az évre, hogy olyan szemeteseket próbálunk elhelyezni ezen a fontos területeken, ahol ennek szükségét látjuk. Kikerültek ezek az utcabútorok, folyamatosan használják, és azt gondolom, hogy bevált ez a tervünk. Ez volt az egyik része a rendbentartásnak, a másik pedig a folyamatos munkát adó vízelvezető árkoknak a takarítása, rendbetétele, rendbetartása, amelyben azt gondolom, hogy ebben az évben sikerült nagyot előrelépni, hiszen a Sajó utcai fő vízelvezető árok egész nyáron folyamatosan takarításra került. Dolgozunk azon, hogy hogyan lehet véglegesen megoldani úgy ennek az ároknak a kialakítását, rendbetételét, hogy az a gaz mennyiség, ez a elburjánzott nád azért ne nőjön ki folyamatosan, és hát ne jelentsen olyan gondot egy nagy esőzés esetén, amelyet esetleg az előző években jelentett. Nyilván szerencsénk volt az időjárással ebben az évben, nem volt azért akkora mennyiségű egyszerre lehulló csapadék, amely ezt akadályozta volna, vagy ez alapján gondot jelenthetett volna, de úgy érzem, hogy ez a következő évekre is fontos feladat. Az elmúlt időszakban, hogyha így visszatekintünk, akkor a napokban tartottak egy jótékonysági bált és Kiskulcsoson, hiszen ott van egy általános iskolai tagintézmény. Hogy sikerült erről, mit lehet tudnunk? Ugye ön annak a városrésznek a képviselője, és ha jól tudom, akkor aktívan részt vett ennek a bálnak az előkészületeiben is. Inkább azt mondom, hogy besegítettem a szervezőknek, hiszen a tantestület és a szülői munkaközösség óriási munkát végzett. Köszönet azoknak a pedagógusoknak, aktív szülőknek, akik az előkészítésben, a lebonyolításban és hát nyilván egy bál utáni elpakolásban, takarításban is aktívan részt kell venni. És hát nyilván azoknak is meg kell köszönni, akik támogatásukkal, nem csak pénzbeli, természetbeni adományaikkal, hanem komoly munkájukkal is segítették ennek a bálnak a létrejöttét. Elég szép összeg folyt be, nem tudom még a hajszál pontos számokat, de minden esetre, ahogy én tudom, elég lesz annak a célnak a megvalósítására, amelyet a bál kitűzött maga elé, tehát az iskolában egy kamerarendszer kerül majd felszerelésre a folyosókon, az udvaron, hiszen sajnos, hogy vannak olyan arra utaló jelek, hogy nem árt egy ilyen kamerarendszer, nem csak ebben az iskolában, hanem talán más intézményekben is előbb-utóbb szükség lesz rá. Jól sikerült a bál egyébként, ha magáról a bálról beszélünk, én azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát. És ha már az intézménynél tartunk, akkor mindenképp el kell mondani azt, hogy az intézmény legnagyobb fejlesztése, utóbbi évek legnagyobb fejlesztése zajlott a nyáron, hiszen a tornaterem padozata, padló burkolata megújult, ez is egy bálhoz, az előző bálhoz köthető, hiszen annak a bálnak a bevételét ajánlotta fel az alapítvány, amelyet aztán az önkormányzat majdhogy nem ugyanakkora összeggel, sőt egy picivel több és nagyobb összeggel is kipótolva egy pályázaton sikeresen részt tudott venni. Így az iskola tornatermének a burkolata egy 21. századi modern burkolatot kapott. Ezt próbáltuk óvni a bálon, tehát aki ott volt, az láthatta és hallhatta, én is elmondtam, hogy óriási és nagyszerű érzés egy új burkolaton állni. Igazából senki nem látta, mert le kellett takarni, de megnyugtatunk mindenkit, hogy ott van, nagyon szép, nagyon jó,
szeretik a gyerekek, és nagyon hasznos az iskola életében. És hát további fejlesztések is voltak, hiszen az iskola fenntartó a saját erejéből több tanteremben lecserélte a padlózatot, az öltözők megújultak, tehát én úgy érzem, hogy egy komoly fejlesztés zajlott az iskolába, és hát nyilván ezzel a kamerarendszerrel még nem ért véget majd a fejlesztés. Ha már a fejlesztésekről beszélünk, akkor hogyan látja, mi az, ami még fejlődhetne ebben a városrészben, mi az, ami mondjuk elő van irányozva, ha nem is a jövő évre, az elkövetkező évekre vonatkozóan? Vannak-e ötleteik ezzel kapcsolatban? Folyamatosan figyelni kell az úthálózat minőségét. Ebben az évben is azok a kátyúzások megtörténtek, amelyek szükségesek voltak, tehát felmérésre kerültek. A frekventált helyek kijavításra is kerültek folyamatosan. És hát el kell mondani, hogy a magyarkai útszakasz teljes egészében felújításra került, van olyan része, ahol egész komoly méretekben ki kellett cserélni a régi aszfaltot, a nagykátyúk betömésre kerültek, tehát újra jó minőségben, viszonylag jó minőségben használható ez az útszakasz. A kerti utaknak a kátyúzás, a kavicssal való feltöltése is megtörtént az előző időszakban. A Széchenyi sugárút vége is egy ilyen frekventált terület volt, a napokban készült el ennek az útnak is a ékelőkővel, kavicssal való feltöltése, tömörítése, tehát gyakorlatilag megtörtént a teljes javítás. Ezek olyan feladatok, amelyeket folytatni kell a következő években is, sőt azt gondolom, hogy egyre komolyabban kell odafigyelni ezekre a szakaszokra. Nyilván az egész utca hálózatra, tehát nem csak a köves útra, hanem a csatorna fedelekre, azoknak a folyamatos figyelésével és hát az árkoknak a takarításával, amiről már az előbb is beszéltünk. Fontos az útfelújításnál megemlíteni, hogy ugye a városközpontban a városrész egyetlen bejutási lehetősége a Kisújszállási út, amelynek a felújítása, bízunk benne, legalábbis az ígéretek komolyan ezt mutatják, hogy a jövő évben, tehát 2017-ben a közútkezelő el fogja végezni ezt a felújítást. Egy pici javítás már történt a mi városrészünkben, hiszen az útszélén megtörténtek azok a feltöltések, aszfaltozások, amelyek nagyon fontosak voltak, de hát nyilván ennek a városrésznek ez az egyetlen bejutási lehetősége a városközpontba, tehát el kell, hogy készüljön, és nagyon bízom benne, hogy 2017-ben ez el is fog készülni. És ha már az utakról beszélünk, akkor van még egy nagyon fontos feladat, amely elkezdődött ebben az időszakban, és folytatódik a következő időszakban, áthúzódva 2017-re is, ez pedig az a fásítási program, amelyet a Városgondnokság elkezdett, tehát több olyan útszakaszra, a kerékpárút mellé kerülnek kiültetésre csemeték, amelyek nyilván a melegebb napokon az árnyékot fogják adni, szeles napokon pedig hát reméljük, hogy a kerékpározók részére is majd fogják a szelet és egy picit védenek, tehát ezek folyamatosan zajlanak, illetve vannak olyan utak, útszakaszok, ahol az előregedett, elhalt fákat pótolni kell, ki kell vágni, gajazni kell. Ilyen frekventált területünk például a Gépgyár utcai előregedett fák, ahol egy-egy nagy szél, most már mondhatom azt, hogy elég nagy ágakat is letör, tehát ezzel mindenképpen kezdeni kell valamit. A felmérések megtörténtek, lakókkal való egyeztetések megtörténtek. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban ez is el fog kezdődni, és hát tavasz végére talán be is tudjuk fejezni. Akkor vannak tervek bőven a elkövetkezendő időszakra, ehhez sok kitartást és sok sikert kívánunk. Most, mint a Dériné Kulturális Központ igazgatóját, most nem mondtam végig a hosszú nevét az intézménynek, igazgatóját kérdezem arról, hogy azt mondta az interjú elején, hogy nagyon sűrű hónap ez a december programok tekintetében. Most egy kis kedvöt csinálóul mondja el nekünk, hogy mi az, ami a lakosságot várja majd a következő hetekben. Ugye, ahogy kezdtük is, ugye advent időszakát éljük, tehát az adventi hétvégék gyertyagyújtásai és az ehhez kapcsolódó kulturális programokra várjuk szeretettel továbbra is, még a hátralévő két programunkra is természetesen az érdeklődőket és a lakókat. Túl vagyunk a Mikuláson, nagyon sikeres volt a Mikulás fotózásunk, hiszen közel 100 gyermek jött el
Szánkóra a télapóhoz egy fotó kedvért, és ugye nem csak a fotó volt a fontos, hanem az adománygyűjtés is. El kell mondanom, hogy közel 6, majdnem 7 tele zsáknyi játék jött össze, amelyet majd el fogunk juttatni természetesen a rászorulóknak, azoknak, akik szeretnének ebből a játékból kapni. Én bízom benne, hogy karácsonyra el is fog hozzájuk jutni. És hát van egy óriási programunk még december 17-én, ugye a kolbász ízesítő és pálinka verseny, ahova folyamatosan jönnek a nevezések. A pálinka versenyre is hozzák a finomabbnál finomabb illatú pálinkákat. Ugye kóstolni nincs lehetőségünk munkaidőben, meg hát természetesen majd a zsűri fogja ezt megtenni, de azt el kell mondani, hogy nagyon finom illatú pálinkákkal neveztek már eddig is az érdeklődők. És hát a csapatok is egyre többen vannak a kolbász ízesítő. Mi is lesz ez a kolbász ízesítő fesztivál, erről mit lehet tudni, hogy képzeljük ezt el? Egy picit átgondoltuk az előző évek rendezvényeit, tehát a disznóvágás, böllérverseny, és úgy gondoltuk, úgy éreztük, hogy talán egy picit rövidebbre kell venni azt az időszakot, amikor magát a versenyt megrendezzük, tehát a nap folyamán. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 10 órakor induló rendezvényről van szó, ahol a nevező csapatok megkapják a kolbászhoz szükséges hús mennyiséget, ez konkrétan 10 kg darált hús. Itt majd egy picit lehet a zsír és a hús arányon a csapatoknak játszani. Nyilván nem mindenkinek egyforma a szájíze, és nem mindenki ugyanúgy ízesíti a kolbászt. Tehát ezt a megkapott hús mennyiséget a Dériné előtti utcarészen, ami nyilván le lesz zárva erre az időszakra, az asztalokon begyúrják kézzel, megízesítik, összegyúrják, és hát megtöltik egy kézi darálóval, vagy kolbásztöltővel, és ezt az elkészült kolbászt fogja nyilván megsült állapotban majd a zsűri elbírálni, és hát reményeink szerint nagyon sok csapat fog nevezni, nagyon jó ízű kolbászok fognak készülni, és remélem, hogy nagyon nehéz munkája lesz a zsűrinek. Jönnek a nevezések, folyamatos az érdeklődés, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy 15-16 csapat részvételével meg tudjuk majd rendezni ezt az első kolbász ízesítő versenyt. Szilveszterre van esetleg valami program, tűzijáték vagy valami hasonló? Terveztük az előző években a tűzijáték megrendezését. Az volt a meglátásunk a városvezetéssel is, hogy olyan sok magán tűzijáték kerül ma már forgalomba és megrendezésre, hogy egyre kevesebb érdeklődő jött a városi tűzijátékra. Ezért aztán úgy döntöttünk, hogy ezt a tűzijáték mennyiséget, illetve az arra fordított összegeket inkább az augusztus 20-ai rendezvények kapcsán fogjuk elkölteni. És ahogy ebben az évben is, ugye az augusztus 20-ai tűzijáték egy grandiózus és nagyon hosszú tűzijáték volt, én úgy gondolom, hogy ebben az évben is jó volt ez a választás. Úgyhogy nem tervezünk tűzijátékot erre az évre, jövő évre is majd inkább a nagy rendezvényünkre fogjuk ezt átcsoportosítani. A jövő évi tervekkel kapcsolatban, illetve programokkal kapcsolatban pedig majd visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további sikeres munkát, jó programokat kívánunk, és boldog új évet, kellemes karácsony ünnepeket. Köszönöm szépen, és hagyj ragadjam meg az alkalmat én is, hogy önöknek is, és természetesen a televízió nézőknek, a hetes számú választókerület lakóinak is kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánjuk. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Köszöntöm nézőinket az előzőekben lezajlott Páncs Ildikó képviselőasszonynak a lakossági fórumán dr. Fazekas Sándor miniszter úr is részt vett. Azt gondolom, hogy nagyon aktívak voltak a körzet lakói. Sok kérdés is volt, agrártémák is a fókuszban voltak, ez nem is meglepő, és én örülök annak, hogy elmondhattam, hogy nagyon eredményes, bár küzdelmes esztendő az, ami a földművesek, a gazdák mögött van, hiszen
azért az időjárással, az árakkal, az alacsony árakkal meg kellett küzdeni, meg kell küzdeni, de elmondhatjuk azt, hogy jó néhány növényi kultúra kifejezetten sikeres volt ebben az évben. A napraforgóból Európa legnagyobb területe Magyarország, legnagyobb termésmennyiséget tudtuk produkálni, de elmondható az, hogy a kukorica is lassanként már a betakarításon túl vagyunk, rekord közeli adatokat mutat, mint egy 9 millió tonna a termés, és jó néhány más kultúrában, így az őszi búzánál, őszi árpánál is átlag fölötti amit sikerült betakarítani. Ez jó alap a következő évre, hiszen fontos, hogy tele legyenek a magtárak, legyen takarmány, az ország kenyérgabona ellátása is biztosított, és így optimistán tekintünk a 2017-es esztendő elé. Karcegeket érintő dologról is beszélt, hiszen szólt arról, hogy a pálinkát érintően is vannak változások. Az eredetvédelmi tanács jóvá hagyta a nagykúsági szilvapálinka és a nagykúsági birsalmapálinka földrajzi eredetvédelmét. Ez azt jelenti, hogy a történelmi nagykúság területén, tehát a Megyeretiszától keletre eső részén termelt pálinka innentől ezen a néven forgalmazható, ezen a néven védjegyezhető. Ez azért is fontos, mert más pálinka termővidékek is vannak, elég itt a kecskeméti baracra gondolni, vagy a gönci baracra, a szatmári szilvára, és a mi vidékünk is dicsekedhet hasonló értékekkel, de ez azt jól láthatóan meg kell jelölni. Meghatároztuk a termékleírásokat, és így én bízom benne, hogy a térségben működő kereskedelmi pálinka főzdéknek is köszönhetően a mi italaink is ott lesznek majd a különböző nemzetközi versenyeken, illetve a tájegységnek a hírét is tovább tudják vinni, egyfajta nagykövetei lehetnek a nagykunságnak. Reméljük, hogy akkor ezzel élnek sokan, és egyre többen fognak új növényeket is termelni, hiszen itt említette példaként az olajtököt, ami kezd el terjedni a megszokott négy gazdasági kultúra mellett. A határban már jó pár év óta látjuk azt, hogy olajtök termesztéssel is egyre többen foglalkoznak, most már feldolgozó kapacitás is van, és késztermék is Karcagról. Ez azért fontos, hogy minél többféle termék van, annál több lábon állunk, de én ide sorolom a GMO-mentes szóját, amelyből a világpiacon is viszonylag hiány van, és az igényes állattartók szívesen vásárolják, hiszen akkor a hús teljes mértékben természetes takarmányozásnak köszönhetően kerül a piacokra. Én bízom benne, hogy további olyan termékeket tudunk találni, amelyek csökkentik a kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi gabonatőzsdéktől, hiszen ma az árakat a chicagói árak határozzák meg, ezek pedig a nyers olaj, illetve az energiahordozók árával vannak összefüggésben. Ezek a tömegtermékekre érvényesek, ugyanakkor a különleges termékek, a magasabb hozzáadott értékű termékek, ez alól kivételek, tehát ott van egy mozgástér, és így a gazdák nagyobb jövedelemre tudnak szertenni. Reméljük, hogy azért még a bejelentett áfa csökkentés is, hiszen azért több élelmiszernek csökken majd az áfája, az is segíteni fogja itt a térségben a gazdálkodókkal. A baromfi áfa csökken, baromfi sáfa és a friss tej, amit ki szeretnék emelni, ez a fogyasztók számára is fontos, de fehéríti az adott területeket, az adott ágazatokat. Ez a termelőknek is egy nagyobb biztonságot jelent. Sertéshús áfa csökkentés már megvolt, annak is pozitívak a hatásai, az év első részében alacsonyan tartotta az árakat, most pedig amikor egy emelkedés van, hát nyilvánvaló, hogy nem olyan mértékű, mint hogyha magasabb áfa lenne. Én arra számítok, hogy még jó néhány olyan termékkel lesz, ahol adót tudunk csökkenteni, és ezáltal az emberek megtakarítását tudjuk növelni, illetve több jövedelmük lesz, több élelmiszert tudnak vásárolni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Pánti Ildikóval beszélgetünk itt a fórum után, hiszen mindenkit kikísért Ildikóni természetesen. Hogyan tetszik látni? Sikeres volt a mai fórum? Igen, hát én úgy gondolom, meg úgy láttam, az tekintetekből, az arcokból, hogy igen, a résztvevők száma is bizonyította ezt, és úgy érzem, és úgy láttam az embereken, hogy valóban érdeklődésre tartott számot. A meghívott vendégek is ezt jelezték, és ennek örülünk természetesen. Azt gondolom, hogy a Nemzeti Park ismertetőjét sokan várták, hiszen ők ritka vendégek itt nálunk, tehát nem is emlékszem, hogy voltak-e még korábban. Igen, valóban így van, hogy a Nemzeti Park igazgatónője, helyettes igazgatója a rendezvényünkön jelen volt.
tájékoztatóval, vetítéssel, és ez mindig érdeklődése tart számot, hiszen nem mindenki jut el oda, nem gyakori vendég, és ebből adódóan is egy kicsit úgy az értékek oldaláról közelítették, aminek nagyon örültünk, és bízunk benne, hogy a jövő évi kirándulásunk, amit tervezünk, az éppen a Hortobágyi Nemzeti Park megtekintése lesz. És itt azt gondolom, az is fontos volt, hogy kapitány úr, hiszen nagyon sok idős választópolgár volt itt a körzetből, fölhívta a figyelmüket az újabb trükkös csalásokra. Reméljük, hogy mindenki odafigyelt és megelőzi ezt a saját érdekében. Igen, kapitány úr is minden alkalommal jelen van a összejövetelünkön, és fontos, mert a területnek a lakossága jó részt idős, és ugye az ő védelmükbe mindent meg kell tenni közösen, mint ahogy a rendőri szervek is teszik, mint ahogyan mi is egymás irányába való odafigyeléssel, szomszédmozgalommal, jó szomszédsággal, emberi kapcsolatokkal ezek elengedhetetlenek, éppen az idősek védelmében. Akkor elmondhatjuk, hogy sikeres volt ez a mai fórum. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget a médiának, hogy itt voltatok, és minden jót kívánva a következő időszakra is. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, itt a Városháza előtt vagyunk, és a városi fenyőfa előtt. Kiürült a tér, de előtte még nagyon nagy volt a nyüzsgés, hiszen a székfalklubosok megajándékozták a város óvodásait. Bojtiné Péntek Ildikóval beszélgettünk, honnan is jött ez az ötlet? Minden évben szoktunk ajándékozni egy-egy csoportnak, a kórháznak, de most én úgy gondoltam, hogy ez annyira nagyon klassz lenne, hogyha az egész óvodának, tehát a város minden aprósága kaphatna valami kis ajándékot. Azt gondolom, hogy ez a 704 kis Mikulás, amit megvaltak, azért nem egy napig tartott, de akkor ebben mindenki részt vett. Mindenki részt vett, az egész csoport, éjjel-nappal vartuk, és másfél hónap alatt elkészültünk vele. És azt hiszem, hogy önök is itt látták az ovisoknak az arcát, ezt a rengeteg mosolyt, és tényleg már mindenki azt várta, hogy mikor kapja meg a csoport óvónéniétől a kis Mikulását. Ez azt gondolom, hogy kárpótol mindenkit a sok éjszakázásért. Én is ugyanezt gondolom, hogy igen, hogy teljesen elfelejtettünk mindent, hogy ebben mennyi munka van, és csak az öröm maradt meg belőle. Akkor én azt kívánom, hogy azért az önök Mikulás a télapúja is legyen, akkor legközelebb is ilyen sikeres, hiszen ön elmondta, hogy csak ajándékot hozott, és ilyenkor virgács nincs, hiszen mindenki sovisnak próbáltak kedveskedni. Hát igen, azt szerettük volna, hogyha örömet tudunk nekik szerezni, és én azt láttam, hogy nagyon-nagyon örültek a gyerekek neki. Akkor reméljük, hogy jövőre is lesznek ilyen kreatívak a székfolklubosok, és jó erőt, egészséget, és sok-sok mindent kívánunk önöknek jelképesen a fa alá. Nagyon szépen köszönjük! A Madarász Imre Egyesített Óvoda 9 tag óvodáját Gulyás Ferenczi képviseli, mint intézményvezető. Mit szólt ehhez, amikor megtudta, hogy a székfolklubosok ajándékkal készülnek? Szeretettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit. Csodálatos érzés volt, amikor megtudtuk azt, hogy készülnek. Nem tudtuk, hogy milyen ajándékokkal. Először azt gondoltam, hogy az óvodákat szeretnék megajándékozni egy-egy ajándékkal. Aztán kiderült, hogy nem az óvodákat, nem a csoportokat, hanem minden gyerek egyéni kis ajándékot fog kapni tőlük. Hát csodálatos érzés volt, hiszen tudjuk azt, hogy ez nagyon-nagyon sok munkába telt nekik, mire 705 kisgyermeknek megvarták a kis Mikulás ajándékot. Úgyhogy megható valamennyiünk számára. A gyerekek is nagyon örültek ezen a mai napon, és az óvonénik is, akik most nagyon szép Mikulás zsákokba vitték haza a gyerekeknek az óvodákba ezt az ajándékot, amit minden kisgyermek meg fog kapni egyénileg. Itt láttuk mi is, hogy tényleg mindenki felszabadultan volt, aki már kézbe is foghatta, hiszen megkértük, hogy a fotó kedvéért azért néhányan vegyék már most itt át, és látszott a gyerekeken, hogy tényleg átszellemültek, és tényleg ez a Mikulás várásos hangulat volt mindenkiben. Az óvodás gyerekek azaz életkor, amikor még a Mikulást nagyon-nagyon várják, és hát mai napon az 5. napja van, az óvodákba holnap fognak érkezni a Mikulásaink. Úgyhogy ez a mai nap nagyon a várakozás időszaka, úgy ráhangolódtak a gyerekek itt a csodálatos karácsonyfa mellett, hiszen nagyon szép karácsonyfa van itt a városközpontban, a Városháza előtti hatalmas, gyönyörű téren fölállítva.
és azt gondoltuk, hogy ez a helyszín méltó helye lehet a gyerekeknek az ajándék átadására. Úgy gondoltuk, hogy itt a óvodából, ha gyerekek eljönnek, és közösen együtt énekelünk Mikulás karácsony dalokat, akkor az advent időszakában valóban ráhangolódás, a várakozás, a felkészülés időszakában együtt lehetünk egy picit ezen a nagyon szép helyen. Reméljük, hogy a szép folklubosoknak jövőre is lesz még kitartása, és esetleg újabb ajándékkal lepik meg az óvodákat, hanem is minden óvodást. Bízunk benne, hogy ez az alkalom, ez az elmúlt néhány hét nem elvette a kedvüket, hanem meghozta, hiszen a mai napon a gyermekeknek az öröme, a tekintete, a csodálkozó, a mosolygó kis arcocskájaik, úgy gondolom, hogy a kedvüket meghozták, hogy még más alkalmakkor is lehetőséget teremtsenek arra, hogy megajándékozzák a gyerekeket, és hát mi is készülünk azzal, hogy a gyermekek majd ezt valamivel vissza tudják adni nekik, ezt a sok-sok kedvességet, hiszen a gyerekek is olyan sok szép műsorral tudnak készülni, hogyha lesz olyan alkalma a Sigfolt Foltvaró klubnak, amikor egy-egy gyerekműsorral tudunk kedveskedni, akkor majd bízunk benne, hogy lesz alkalmunk arra, hogy viszonozzuk ezt a sok szép ajándékot, amit ők készítettek. Reméljük így lesz. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen mi is az érdeklődést! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Lovagudvarban, Szartmár Jánossal beszélgetünk, hiszen a séfecskék ismét főztek. Mi is készült ma? Hát először is valamikor a nyáron már próbáltam mondani, hogy említeni, hogy szeretném, ha gyerekük önállóan főznének. Erre próbálom rászorítani őket, nem egyszerű a feladat. Mert még mindig nagyon az iskolás hangsúly van náluk, hogy egyedül nem tud arrább menni, egy tojásért elmegy három gyerek, szóval először ezeket le kell szokatni róla, a gyerekiket. Hát ma egy bundás csirkemell csíkok voltak, egy petrezselymes burgonya és egy brokkolis saláta. Én szerintem nagyon jól sikerült, a gyerekek is azt lehet mondani, hogy 90%-ban elfogyasztották. Igaz, hogy a saláta az egy kicsikét még döcögve megyen, de azt azért is próbáltam a brokkoli salátát készíteni, hogy valamilyen úton módon rá kell őket szokatni a salátára. Hogy mi megy nehezen? Maga a burgonya pucolásnál már kezdődik az, hogy lassúk, beszélnek, sok idő, mert maga az idő nagyon szűk, amiben kell ezt az egészet összehozni. Szóval önállóan nem tudnak önállóan dolgozni. Természetesen nem is lehet elvárni őket, mert még gyerekek, de valamilyen úton módon rá kell ébreszteni őket, hogy önállóan kell. És mikor készen van az étel, akkor meg örülnek, hogy milyen jó sikerült, meg milyen finom lett, meg a tálalás is, úgyhogy én szerintem időkérdés, és akkor szép önállóan fognak dolgozni. De azért itt végigkövettük a gyerekeket, volt, aki mindenben részt vett, volt, akinek voltak kedvenc részei, viszont beszéljünk egy picit a panírról, hiszen nem a szokásos panírral készültek ezek a csirkemellcsíkok. Igen, mindig megpróbálok olyan ételt összehozatni velük, és összeállítani, hogy ne a megszokott fasírt legyen, ami otthon szokott lenni, vagy a megszokott rántott hús, hanem azért hangsúlyoztam többször ki, hogy emlékezetében maradjon, hogy palacsinta massza, hogy egy olyan masszában, amiben beletettük a fűszereket, igaz, hogy lehetett volna még több fajtát beletenni, de nem akartam bonyolítani nekik ezt az ő munkájukat, mert még az is gondot okoz, hogy tudja összekavarni a lisztet a tojással, meg a fűszerekkel, szóval ezeket még gyakorolni kell nekik. És hogy magába a panírba készült a fűszerezés is.
és lényegében belemártott, és akkor a forró olajba ők szépen kisütögették, azok pompásak voltak. Igaz, hogy rá kell őket még szokatni arra, hogy milyen hőfokon, meg mennyi ideig, hogy nehogy nyers maradjon. Több alkalommal a legvastagabbakat kivettem, kivágtam, megkóstoltattam velük, hogy érezzék azt, hogy azzal foglalkozni kell még, az olajba nem lehet rögtön beletenni, kivenni, hanem meg kell, hogy süljön. Én szerintem nagyon tetszett nekik ez a fajta panírozás, és mert volt a morzsával való panírozás, az megint más, hogy liszt folyékony massza, és akkor a legvégén a száraz morzsa, de ez szerintem nagyon tetszett nekik. Hát természetesen nagyobb nedvességtartalma van, mivel hogy a panírban van egy kis víz, és akkor az olaj sütéskor fröcsköl, meg minden, szóval kesztyűket kell biztosítani neki, amire én nem gondoltam, de hát ilyenkor jön rá az ember, hogy ezekkel fel kell készülni. És hát mégiscsak egy hatodikos leányzós csapatról van szó, akik azért már hatodikos létükre azt gondolom, hogy a kortársaikhoz képest is sokkal otthonosabban mozognak a konyhában. Láttunk azért egy kis adventi készülődést is, tehát készült egy kis mézes kalács is. Picikét már a karácsonyra is készült a csapat. Igen, maga a terítésen is lehetett látni. És lényegében vasárnap volt az advent első napja. És lényegében két hét múlva, azt hiszem 15-én, akkor egy karácsonyos ételeket szeretnénk a gyerekikkel, ami ugyanúgy ebben a rövid időben belefér. Még nincsen meg, hogy mit fogunk készíteni, de addig még van két hét, és akkor, mert az, hogy az időben, hogy beleférjen, megsülve, megtálalva, elfogyasztva, kiértékelve, mert ilyenkor mindig kiértékeltetem a gyerekek, hogy melyiknek hogy ízlett, mi ízlett, miért nem ízlett, mi volt, ami nem volt benne jó. Szóval, hogy az a legnagyobb probléma, hogy a gyerekek leülnek az asztalhoz, az életében nem evett olyat ételt, és akkor azt mondja, hogy nem jó. Szóval lényegében nem tudja, hogy mit eszik, mert meg se kóstolja. És ilyenkor próbálok foglalkozni az ő gondolatukkal, hogy miért nem jó például az a brokkoli. Vagy mi különbség van egy karfiol meg a brokkoli között. Hogy ezeket a dolgokat valahogy a tudatukba kell valahogy rögzíteni, hogy a zöldségek is az ugyanolyan fontosak. Tele van C-vitaminnel, antioxidásokkal, és akkor ezeket az ételeket fogyasztani kell. És hát azért most is volt szerintem, aki a kesúdiót most kóstolta meg, tehát azért mindig van egy új dolog, hiszen a brokkolit már ismerték korábbról, tehát biztos, hogy a következő alkalommal is lesz valami újdonság. Reméljük, hogy akkor évvégére akkor már teljesen önállóak lesznek, hiszen hatodikosként még nem várható el, hogy önállóak legyenek mindenben a konyhában. Igen, azért teszek mindig valami újdonságot bele, hogy mint azt hiszem tavaly gesztenyeivel töltöttük a csirke mellett. Szóval az is egy újdonság, mert általában a gesztenyét hogy ismerik? Úgy, hogy megsütik a piacon, vagy a sétáló utcákon, és akkor úgy fogyasszák. Itt pedig rendesen be volt töltve, bepanírozva, és akkor így fogyasztották, és nagyon tetszett a gyerekiknek. Most például egy kis kesúdiót tettünk a salátára, és lényegében tetszett nekik. Hát akkor én azt kívánom, hogy akkor legyen még sok közös főzés a séfecskékkel, és akkor sok-sok ötletelést kívánunk még. Köszönjük szépen! Jó, mink is nagyon köszönjük! Köszöntöm nézőnket, Sótiné Szatmári Dórával, a Délini Kulturális Központ igazgató helyettesével beszélgetünk. Mögöttünk javában Mikulás fotózás van. Ez egy jótékony célú Mikulás fotózás. Mi ennek a célja, és egyáltalán honnan jött ennek az ötlete? Intézményünk sokadik alkalommal a Szociális Szolgáltató Központtal együttműködve szervezi meg a jótékonysági Mikulás fotózást, aminek az a célja, illetve az az üzenete, hogy aki eljön és hoz egy kis ajándékot, egy megunt, de még jó állapotban lévő, szép állapotban lévő játékot, azt eljuttatják a Szociális
szolgáltató központ dolgozói, a rászoruló gyerekeknek, a nehezebb sorsú családoknak, és cserébe pedig itt a Mikulás átveszi az ajándékot, ezen a gyönyörű szánon átveszi az ajándékot, mi összegyűjtjük, odaadjuk a szociális szolgáltató központ munkatársainak, és a fotót a kolléganőm elkészíti, amely majd letölthető lesz a következő napon a honlapunkról, az intézményünk honlapjáról. Mikulás bácsi nem unatkozik, hiszen szerencsére sorra jönnek itt a kisebb-nagyobb gyerekek, és nagy élvezettel adják át az általuk fölajánlott ajándékokat, de aki mondjuk szeretne saját maga is ajándékot készíteni, lesz erre lehetőség? Így van, hát 4 órától 6 óráig vagyunk itt, itt a gyönyörű feldíszített fenyőfa előtt a városházán. Itt még hagyd mondjam el azt is, hogy nem csak olyanok jönnek ide, akik fotót szeretnének a Mikulásra, hanem olyanok is jönnek, akik csak ajándékot hoznak, hogy ezzel segítsék a célunk elérését. És a kérdésre válaszolva pedig igen, a hétvégén, szombaton, 10-én a sportcsarnokba várunk minden kedves gyerkőcöt, szülővel, nagyszülővel, kicsiket és nagyokat egyaránt a hagyományos adventi játszóházunkba, ahol már a karácsonyra készülve, a mézesütéstől kezdve, kis asztali díszekig, ajándékokig, sok mindent készítünk, de lesz babasarok is, ahol a legkisebbeket várjuk, illetve lesz egy kis táncbemutató, egy kis sportfoglalkozás, igyekszünk mindenkinek a kedvére tenni ezen a délutánon. És hát biztos lesz közös éneklés is, hiszen itt mögöttünk halljuk, hogy Mikulás bácsinak éppen énekelnek a gyerekek. Igen, hát Mikulás bácsit elvarázsolják itt a kicsik, akár saját verssel, akár kis énekkel, tehát nagyon-nagyon készültek erre a mai napra, illetve hát gondolom a holnap reggelre, és amikor mindenkinek a csizmájában ott lesz a jól megérdemelt csomag. Akkor várunk, gondolom mindenkit, önök is várnak sok szeretettel a sportcsarnokba szombaton. Köszönjük szépen! Így van, nagyon szépen köszönjük, és várunk szeretettel mindenkit! Köszöntöm nézőnket, Teleki Zoltán kapitányúrral beszélgetünk, hiszen Mikulás napi ellenőrzés van a városban. Mi ennek a célja? A Karcagi Rendőrkapitányság Városi Baleset Megelőzési Bizottsága által meghirdetett Ne csak a Mikulás vegyük észre propaganda akciót folytatjuk. A célja természetesen a gépjárművezetők figyelmének felhívása, a passzív biztonsági eszközök alkalmazására, a megváltozott időjárási és útviszonyok kapcsán a megfelelő vezetői magatartás betartására. Ennek kapcsán a mai napon a szabályos gépjárművezetők részére egy Csoki Mikulással kedveskedünk, a szabálytalan gépjárművezetők részére pedig a rendőr nem a bírságot osztja, hanem egy virgácsot kap a szabálytalan gépjárművezető. Igen, sajnos virgácsot is osztottak ma, nem csak Mikulást. Hát igen, az első gépjármű, amit megállítottak a kollégáim, ott a biztonságövet nem használta a gépjárművezető, de ő így ma nem a 10.000 forintos közigazgatási bírsággal lett gazdagabb, hanem egy virgáccsal, és felhívtuk a figyelmét a passzív biztonsági eszköz alkalmazására. Láttunk itt azért több olyan kisgyermekes családot is, akik pedig szabályosan közlekedtek, tehát azt gondolom, hogy nem nagyon jellemző, hogy gyerekeket csak úgy visznek ma már, hanem igyekeznek őket is biztonságosan szállítani. Szerencsére az a meglátásunk, hogy a gépjárművezetők a gyermekek szállításánál használják a gyerekülést. A mai napon megállított több autóban is találtunk kisgyermeket, és minden esetben biztonsági gyermekülésben ültek a gyermekek, amit nagy örömmel nyugtáztunk, és így nem csak a gépjárművezető, hanem a gyermek részére is tudtunk Csoki Mikulást ajándékozni. Ez most ilyen előmikulás ajándék volt, de azért reméljük, hogy nem csak Mikulás napkor, hanem mindig szabályosan közlekednek a városban az autósok. Igen, és nem csak ez az egy akciónk van. Egy másik akció is folyik párhuzamosan, aminek a neve Látni és Látszani, amelyről majd nyilván egy másik helyszínen fogunk jelentkezni. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük, és balesetmentes közlekedést kívánunk! Köszöntöm nézőnket, Jelenyei József őrnagyúrral beszélgettünk, hiszen itt a Madarasi út végén van egy rendőrségi akció. Mi is ez fontosan?
Üdvözlöm a kedves tévénézőket. A rendőrség az időjárás, illetve évszakváltozással kapcsolatban indított egy látni és látszódni kampányt, amit azért most is látszik, hogy pont egy ilyen ködös párás időszakban vagyunk. Szeretnénk ezzel a kampánnyal is fölhívni a közlekedő figyelmét, hogy megváltoztak az időjárási körülmények, ezáltal a látási viszonyok is, és speciális dolgokat ellenőrzünk. Ezzel kapcsolatban a rendőrség ellenőrzi az itt közlekedő járműveket, illetve autószerek bevonásával ellenőrizzük a járműveknek a fagyáló szintjét, ablakmosó szintjét, ablaktörlő lapátoknak a működő képességét, világító berendezéseket, tehát azokat a dolgokat, amik elsődlegesen a jó láthatóság érdekében célszerű, ha megfelelő módon működnek. És most itt úgy tudom, hogy segítenek is, tehát akinek mondjuk nincs fölöntve fagyálóval, azt is utána töltik, vagy megnézik, hogy az ablakmosóban fagyáló van-e már. Igen, tehát itt a rendőrség a készleti erejéhez mérten ezeket a dolgokat pótolja, illetve fölhívja rá az autósok figyelmét, hogy mit kell esetleg pótolni, javítani, amit itt a helyszínen most nem tudunk megoldani. Reméljük, hogy azért nem sok szabálytalanságot fognak találni, meg nem sokan járnak már nyári gumival, de azért még a határban elég sok mezőgazdasági járművet lehet látni. Most ugyan egy kicsit fagy van, de az elmúlt napokban, amikor kicsit jobb idő volt, elég sok sávfelholdás volt. Köszönöm szépen a kérdést, visszatérnek erre a nyári gumi, téli gumi dologra. Tehát úgy gondolom, hogy most már időszerű a téli gumikat felszerelni a járművekre, úgyhogy reméljük, hogy ezt minél többen megteszik. A mezőgazdasági gépekkel kapcsolatban szeretnék egy felhívást tenni a mezőgazdasági gépet üzemeltetőknek. Ugye gyakorlatilag most már sokkal később virrad, illetve sokkal korábban sötétedik. Még kinn a határban rengeteg talajmunkát végző gép van. És itt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ugye sáros, poros útviszonyok között dolgoznak. Munkavégzés közben a világító berendezések koszolódnak. Tehát mikor ők kijönnek a közútra, ezt megelőzően legyenek szívesek megfelelően letisztítani, illetve ezeket a munkagépeket, amiket ők használnak, tehát különböző ekék, tárcsák, egyéb munkavégző eszközök, közúton való szállítás során jogszabály szerint ezeket is ki kellene világítani. Sajnos ezt nem mindenki teszi meg, rettentő balesetveszélyes. Ezek a munkaeszközök szállítási helyzetbe fölemelik, sok esetben kitakarják a vontató traktornak vagy járműnek a világító berendezését, iszonyatosan balesetveszélyes. Úgyhogy megkérem minden ilyen járművet üzemeltető, illetve használó gazdát, hogy ezekre fokozottan figyeljenek oda. Azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, hiszen így nagyon könnyen bele lehet futni. Hétvégén is volt egy, én éppen kérdeztem, hogy ötös karambol, de mondta, hogy ez nem ötös volt, csak öt autót érintett. Tehát hogyan lehet ezt megelőzni? Gyakorlatilag ennek mondom, két módja van. Tehát mikor kimegyünk a közútra, akkor meg kell nézni, hogy működnek ezek a berendezések, illetve hogy megfelelően tiszták, tehát láthatóak. Illetve hogyha ilyen munkaeszközt vagy munkagépet vontatunk, akkor azt is el kell látni, egy ilyen kvázi mobil világító berendezéssel, ilyet lehet megfelelő szakboltokba kapni, szerintem ezt a mezőgazdaságban dolgozók tisztában is vannak. Tehát javaslom ezeknek a használatát. Reméljük, hogy akkor nem lesz semmi nagy baleset ebből, és úgy látom, hogy itt akit most megállítottak, mindent rendben találtak, tehát ő már felkészült a télre. Igen, egyre többen, tehát szerencsére nem sok hibát találunk, tehát évről évre a tendencia javul. Az emberek belátják, hogy ezt meg kell tenni. Hozzászoknak ahhoz, hogy most sokáig tarthat a tél, és kiszámíthatatlanok esetleg egy baleset miatt, hogyha az úton ott kell várakozni. Azért azt is mondjuk el, hogy egy meleg takaró legyen, hogyha valaki hosszabb útra indul, mit vigyen magával. Hiszen most itt a városban vagyunk, de aki hosszabb útra indul, az mit vigyen magával. Igen, tehát hogyha pont ezt akarom még mondani, hogy amennyiben hosszú távra indulunk el, nyilván a járműnket készítsük fel erre az útra, töltsük fel a üzemanyagtankot, ablakmosót. Ellenőrizzük le a járművünket, hogy minden megfelelő rajta, illetve hogyha netalán mégis bekövetkezik valami probléma. Legyen nálunk működő mobiltelefon, legyen nálunk egy meleg takaró legalább. Ezek alap dolgok legyenek meg, én úgy gondolom, hogy ezek meg kell, hogy legyenek egy autóban, amikor elindulunk, főleg télen hosszabb útra. Reméljük, hogy mindenki ezt be is tartja. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk mai kiadásában egy kicsit ötletelünk az adventi időszakra, karácsonyra vonatkozóan, hiszen mai vendégünk Bojtiné Péntek Ildikó, a Szigfold Foltvarró Klub vezetője, aki hasznos tanácsokat, ötleteket fog adni nekünk.
Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Bojtiné Péntek Ildikó, a Siegfried Foltvaró Klub vezetője, akit egy kis adventi karácsonyi ötletbörzére hívtunk ma meg egy stúdióinterjúra. Szeretettel köszöntöm, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is köszöntöm a nézőket. Nagyon sok szép dolgot hozott nekünk bemutatni erre az időszakra, ami a karácsony megelőzi, azonban ezek előtt még beszéljünk néhány szót a kiállításokról, az éves nagy kiállításokról, amely a közelmúltban került megrendezésre az Ifjúsági Házban. Mettől meddig tartott ez a kiállítás, mit lehet róla tudnunk? Ha jól tudom, akkor egy hétig állt a kiállítás, egy hétig volt látogatható. Igen, egy hétig volt látogatható, nagyon nagy sikere volt, nagyon sokan jöttek vidékről, és ugye, hogy most mi újítottunk egy kicsit, volt egy tombola szelvényt kapott mindenki a belépéskor, hát ez meg óriási sikert aratott, egy nagy takaró volt a fődíj, rengeteg látogatónk volt, a vendégkönyvünkben nagyon sokan írtak. Milyen darabok kerültek ott kiállításra, hogyha így össze lehetne foglalni? Mindenki a saját kedvencét vitt el, vagy új darabok is szerepeltek a repertoárban? Aki esetleg nem látta sem a tévében, sem élőben, akkor hogyan tudná bemutatni ezt a kiállítást? Teljesen új darabok voltak, mert hogy tavaly volt a nagy kiállításunk, azon mindent megmutattunk, és most csak az egy év alatt készült termékeinket tettük ki. Hát ebbe volt az egész aprótól a nagy takaróig minden, különböző technikákkal, különböző színekkel, mindenkinek a saját színvilága mutatkozott meg inkább, de a karácsonytól húsvétig az egész évet felelő volt. Volt egy kis kulturális része is ennek a megnyitónak, kilépett föl. Nagyon örültünk neki, mert Márkusné Marian ő csoporttagunk, és az ő lánya Márkus Judit színművésznő lépett föl, és hát neki is nagyon nagy sikere volt. Tervezik-e a következő kiállítást? Mikorra várható? Jövő ősszel várható. Szeptember, egy kicsit előrébb hoztuk, mert október körül szokott lenni, jövőre, ha sikerül, akkor szeptemberben lesz a kiállításunk. Régebben volt a Siegfried Foltvaró Klubnak karácsonyi kiállítása is, ugye ez most az időben már nem fért bele. Ilyen jellegű dolgot terveznek-e esetleg a jövőre vonatkozóan, vagy megtartják csak az éves nagy kiállításukat? Jövőre próbálunk karácsonyi kiállítást is, ezért is hoztuk előrébb, hogy nem október vége, mert akkor már ugye ott a karácsony, annyira közel van, és azért ez nagyon nagy munka, hogy oda is tudjunk elegendő anyagot kiállítani, ezért áttettük szeptemberre, és jövőre, ha minden igaz, akkor lesz karácsonyi kiállításunk is. Most beszéljünk egy másik dologról, ugye majd ezt a kedves televíziónézők a híreinkben láthatják is, de azért beszéljünk arról néhány szót, hogy hétfőn, a hét elején volt egy nagyobb megmozdulása a Siegfried Foltvaró Klubnak, mi is volt egészen pontosan ez gyerekekkel kapcsolatos. Igen. Hát kitaláltam, hogy varjunk a város összes gyermekének karácsonyra, Mikulásra ajándékot. Hát a lányok egyből megszavazták, és 724 darab Mikulást készítettünk a város óvodásainak és a gyermekosztály kisbetegeinek. És akkor ennek az átadása hétfőn volt, az önkormányzat előtt a városi fenyőnél. Énekeltek a gyerekek, és nagyon-nagyon nagy sikere volt. Interneten, Facebookon jöttek visszajelzések, és egy anyuka írta, hogy nagyon szépen köszönjük, a kisfiam vele alszik. És ezek olyan nagyon-nagyon jó érzés, nem lehet elmondani, hogy milyen, hogy ekkora örömet tudtunk szerezni a gyerekeknek. Milyen Mikulás volt ez, hogy kell ezt elképzelni, vagy mit kell róla tudni? Ez egy ilyen kis csillag alakú Mikulás volt, és akkor volt egy kis sapkája, két kis szeme, szakál, bajusz, és ki volt tömve. Tehát ez egy ilyen kis puha, bújós, szorongatós, egy ilyen nagyon kedves, és figyeltünk rá, mert felvetődött, hogy gyöngyöt varrunk a szemére, de aztán, hogy gyerekek, le ne essen, így a szemét azt textilfilccel oldottuk meg, hogy semmi alkatrésznek kerülhessen a gyereknek szájába akárhova. Hogy kell ezt elképzelni? Minden óvodás kivonult a város fenyőfája, vagy a város karácsonyfája elé? Igen, igen. Minden óvodás odavonult, hát sajnáltam egy kicsit őket, mert elég hideg időnk volt, majd máskor, ha lesz ilyen, akkor másképp szervezzük, de attól függetlenül énekeltek, egy kicsit ugrabugráltak, és így. Mit szóltak az ajándéknak, örültek neki? Nagyon, nagyon örültek. Már ott is, pedig ott még egy zsákba volt becsomagolva, tehát nem kapták meg közvetlen kézbe, de már ott nagy volt az újongás, és nagyon nagy volt az öröm.
Hogyan készültek el ezek a kis mikulások, ezek a kis remek művek? Meséljen egy picit a háttérmunkáról. Ugye azt mondta, hogy 724 darab Igen. mikulást készítettek. Hányan vettek részt ebben a projektben? Hol készültek ezek a mikulások? Mit lehet erről tudni? Hát ezek mindenhol készültek, ezek a mikulások. Hát megvettük az anyagot, a klubba fölvágtuk mindenkinek, aki kért. Mindenki részt vett benne, ki így, ki úgy. Mert például volt olyan, aki azt mondta, hogy nem tud varni, volt, akinek a gépe nem olyan jól vitte, ők szabtak, akkor én például vartam. De volt, aki komplett szabot vart, megvarta az egészet. És akkor a klubba bevittük, ott még tömtük. Tehát a klubba igazán nem vartuk, otthon készültek el mindenkinek, és akkor a klubba a befejező munkák voltak. De azért ez egy kis csapat összekovácsoló. Ez nagyon. Hát megmondom őszintén, másfél hét után egy kicsit elfáradt a csapat, és közölték, hogy hát mindenki lakása piros, és mondtam, nem baj, jön a karácsony, a Mikulás, minden, és akkor hát kicsit összeráztuk magunkat, és folytattuk gőzerővel, de nagy lelkesedéssel mindenki. Akkor, ha jól értem, több mint egy hétig készültek ezek a mikulások? Másfél hónapig. Két hét után elfáradtunk egy kicsit, de összeszedtük magunkat, és folytattuk. Ez másfél hónapig készült. Azt mondta, hogy a gyerekosztály részére is készítettek mikulást. Oda mennyit készítettek? Ott hogyan zajlott az ottani átadó? Oda 20 darabot készítettünk, hát kértünk segítséget, hogy körülbelül mennyi gyerek van, hogy azért mindenkinek jusson, és mondták, hogy olyan 20 gyerek szokott lenni. De most pont megszaporodtak erre a hideg időjárásra a gyerekek, de ott is mindenkinek jutott, sőt, a gyerekek kukucskáltak a folyosón, és ott már rögtön átadásra is került, és fogta a kis kezébe, és borzasztóan. Tehát akkor oda kimentek önök is. Igen. Oda is kivittük. Hát gratulálom, mert azért ez nagyon szép gesztus volt a gyerekek irányába. És akkor térjünk át a fő témánkra. Ugye ötletbörzéket szoktunk ilyenkor tartani, hogy mivel készülhetünk az adventi időszakra, mivel várhatjuk a karácsonyt. Önök azt a vonalat képviselik, akiknek esetleg van kézügyessége, vagy jobban van kézügyessége, mint az átlagnak. Anyagból gyakorlatilag most itt az vetődött fel, ahogy látom ezt a sok szép munkát, hogy mi az, amit nem lehet elkészíteni anyagból? Hát olyan nincs. Olyan nincs. Anyagból bármit el lehet készíteni, kombinálni egy kis gyöngyel, egy kis gombbal, de mindent el lehet készíteni. Talán akkor menjünk sorba, nekem nagyon tetszik, amit ott elől látunk, az... Ez egészen pontosan micsoda, hogyan készült, milyen technikával, milyen javaslatot tud mondani a kedves televízió nézőknek ahhoz, hogy ezt el tudják készíteni. Mi kell hozzá? Ez egy ajtókopogtató, de akár asztali dísznek is kiválóan alkalmas és gyönyörű. Ez, mondjam, hogy egy kicsit egyszerű, de nagyon munkás. Egy hungarocell koszorút kell venni hozzá, azt be kell dolgozni. Szalaggal, anyaggal, tehát ez bármivel be lehet dolgozni. Ha jól dolgozni. Látom, akkor ez körbe van rajta tekerve. Igen, ez körbe van tekerve rajta, így van. És akkor jójókat kell készíteni. Az azt jelenti, hogy kivágunk egy kerek anyagot, a szélét megvarjuk szépen, összehúzzuk, tehetünk bele kartont. Nem muszáj tenni, de ugye így sokkal mutatósabb, szebb, és akkor itt ugye összehúzzuk, elvarjuk, és egy szemgyöngye közepére, és akkor ezt föl lehet szépen tűzni a koszorúra. Hát ez vagy 50 jójóból áll, tehát lehet hozzá dolgozni. Körülbelül egy ilyen munkának az elkészítése mennyi időt vesz igénybe? Hát, ha nem csinálunk semmit, csak ezt, éjjel-nappal, akkor olyan 2-3 nap. Mert ezek a jójók azért tehát időigényes. Tehát akkor ez az a dolog, amit nem kezdőknek ajánl. De ajánlom kezdőknek is. Mert tulajdonképpen nem nehéz a jójó elkészítése, csak időigényes, mert hogy kis aprók. De ajánlom. Akkor nézzük talán ezt a, ezt már lehet karácsonyfának nevezni. Ez egészen pontosan micsoda, kiknek ajánlja, milyen technikával készült, mit lehet róla tudnunk? Ez egy fenyőfa. Ezt föl kell rajzolni az anyagra a 4 darab fenyőt. Össze kell varni 2 anyagot, ami ugye elütő kell, hogy legyen, mert hogy itt kihajlik. Egy nagyon pici réteg fríz teszünk bele, töltőanyagot, és akkor szépen körbegépeljük, kifordítjuk, és varrunk neki egy alját.
És ez igazából, ezt én most összevartam teljesen, de hogyha ezt az oldalát nyitva hagyom, lenyitható, akár karácsonyi ajándék csomagolóként is működik, és bele lehet tenni egy parfümöt, egy dezodort, egy csokit, bármit. Tehát több funkciós. Igen, igen. Ennek mennyi az elkészítési ideje? Kezdőknek ajánlja-e? Kezdőknek is ajánlom, kezdőknek is, mert föl kell rajzolni is, tehát azért egyszerűbb egy kicsit, mert hogy a vonalon varrunk, tehát van egy útmutató, ami szerint kell varni, tehát így nem annyira bonyolult. Hát ez, én azt mondom, úgy olyan 3 óra hossza alatt el lehet készíteni. Vannak itt, ha jól látom, akkor karácsonyfadíszek is, ugye gyakorlatilag az átlagember elmegy egy bevásárlóközpontba, megveszi a kis üveggömböket, vagy műanyaggömböket, piros, fehér, akár lila, vannak most már ezek a rikító színű termékek is, azonban sokan szeretik a kézműves termékeket. Milyen karácsonyfadíszeket hozott nekünk, és hogyan lehet ezeket elkészíteni? Hát a legklasszikusabb ugye a kis szaloncukor, de azt most sajnos nem hoztam, de nagyon klasszak ezek a kis filcből készült díszek. És ez azért jó, mert ez filc, ez nem foszlik, tehát kívül össze lehet varni. Hát ez is időigényes, ugye, mire kivágjuk ezeket a kis jégvirágokat, fölgyöngyözzük, és egy nagyon pici töltőanyagot teszünk bele. De most gondoljuk meg, hogy milyen gyönyörű egy fa, amikor csak ilyen díszek vannak rajta például. Önnél milyen otthona? Karácsony. Nálam megmondom őszintén, hogy csak patchwork díszek vannak a fán, és fehér arany. Különböző gömbök, ilyen kis díszek, kis zsákocskák, kis csipkeszéllel, szaloncukrok, de nem szoktam más tenni a fára. Most itt van nekünk egy ásványvizes üvegünk, gyakorlatilag ezt használjuk most föl, hogy be tudjuk mutatni ezt a kis díszt. Ez micsoda egészen pontosan, milyen technikával készül, ez nagyon-nagyon ötletes szerintem. Igen, ez egy télapó, ez egy kunyhó nevezetű technika, ami azt jelenti, hogy egy négyzetből elindulok, és mindig varrom mellé a különböző színű csíkokat. És mikor megvan az egész, azt ketté vágom, és akkor egy egyszínűvel kipótolom szintén négyzetre. És ugye egy négyzetből, ha meg elkészítem, eleve már 2 télapónk van. És ezt férfiaknak szoktuk ajándékba, pezsgőre, borra, ilyenkor karácsonykor. Nagyon ötletes, ezt visszateszem, hogy a kedves nézők még tudjanak benne gyönyörködni. Érkeztek itt, hát én először ezt megmondom őszintén, neszeszernek néztem, de mutassa már nekünk ezt, hogy ez micsoda. Igen, nem rosszul, mert ez egy neszeszer szaloncukor. Tulajdonképpen ez egy egész nagy szaloncukor, elnézést, hogy nem tömtem ki, de ebbe is szintén, hogyha a csomagoló anyagokra egy kicsit haragszom, mert ugye becsomagoljuk a papírba, és akkor karácsony után egy ekkora nagy kupac szemét keletkezik a lakásba, és akkor ezek viszont maradandóak, ebbe is belepakolhatunk zoknit, egy kisebb pulóvert akár, illatszert, bármit, és akkor ezt tesszük a fa alá, és ez nagyon-nagyon mutatós ajándékcsomagoló. Hozott nekünk különböző terítőket, ezekről mit lehet tudnunk? Én úgy látom, hogy sokan azért ennek nem nagyon mernének neki kezdeni. Igen, ez egy gyors technikás terítő. Ez úgy készül, hogy szintén 2 négyzetet összevarrunk, hát nem 2, tehát sok négyzetet összevarrunk, elvágjuk átlóba, és újra összevarjuk. És abból kijön egy ilyen gyönyörű csavart oszlop. És ez a karácsonyi asztalon nagyon jól mutat. Itt is van még a dekoráció alatt is van gyakorlatilag egy hasonló technikával készült terítő, igen, gondolom, és mi az, amiket még elhozott nekünk? Igen, azt még elmondom, hogy mi nagyon-nagyon szeretjük ezeket a gyors technikákat. Hát érdekes neve van, hogy gyors technika, mert rengeteget dolgozunk vele, de attól függetlenül valóban, tehát, hogy nem ekkora négyzeteket, ekkora pici háromszögeket vágunk ki, hanem összevarjuk, elvágjuk, van amelyiket 8 fele, 6 fele, 4 fele, melyik technika mit igényel, és akkor újra összevarjuk, és abból kialakulnak ezek a gyönyörű, itt is látszik, hogy 2 négyzet fonódik össze. Ezt is tudom ajánlani, ez egy kis asztal közép, de bárki bármire használhatja. Itt köröket kell varni, és akkor egyik
részét a körnek, lemérjük a 3 centit, a másikon is összetesszük, ott összevarjuk, és akkor így kihajtjuk. És akkor így fog itt kialakulni ezek a kihajtások benne, és nagyon mutatós. Aztán van a fagyalleveles. Ennek például tehetünk egy gyertyát a közepére, szintén ez is asztal középnek. Ez is ugyanolyan technikával készül, mint a fenyő, föl kell rajzolni az anyagra 6 darabot, és akkor körbegépelni, kifordítani, és mikor már ki van fordítva, ugye van 2 darabom, és akkor szépen itt levarrom, kihajtom, és kijön nekem szépen a kis fagyallevél belőle. Ez szintén egy kis ajtókopogtató, igen. Ez hajtogatott technikával készült, ehhez egyáltalán nem kell varrógép például. Akkor ez egy másik asztal közép szintén, ezeknek inkább gyertyát teszünk a közepére, és akkor egy dohányzó asztalra, egy étkező asztalra, amikor meg van terítve, és ez középen ott van, gyönyörűen mutat. Ezt is úgy fogalmazom, hogy egyszerű. Itt négyzeteket készítünk, ugye ha kihajtom, akkor látszik, hogy egy négyzetből van. Meg kell varni a 12 négyzetet, és akkor ennek, hát ennek is van azért sablonja, ugye, hogy mennyire kell behajtani. És akkor 2 négyzetet összeteszek, ugye megvan itt, hogy mennyit varrok el, itt elvarrom, és akkor teszem a következőt mellé, teszem a következőt, tehát így szépen körbe megvarrom, és akkor utána levasalgatom, és teszek oda egy-egy gyöngyöt. De nem muszáj levasalni. Tehát ez akár így állhat is, mert úgy is nagyon mutatós, ha nincs levasalva. Az ismét egy asztal közép, ha jól látom. Ez megint igen, ez egy csillag. Ez is gyönyörű. Hát itt már az illesztések, ugye, hogy szépen kijöjjön, ez már egy bonyolultabb technika, de ez is gyors technikával készült, érdekes mód. Most szerintem ez a 2016-os éve a patchworkbe a gyors technikáról szólt. Igen, igen, nagyon-nagyon sok új gyors technikát tanultunk mi is. Ez szintén egy kis ajtódísz. Ismét egy kis karácsonyfa. Igen. Hát itt is csak kis háromszögeket kell varni, kitömni, és akkor a hegyeknél szépen összeállítani. És ezt is ki lehet akasztani az ajtóra. Itt ez megint ugyanez, mint a fagyallevél, tehát ez a 3, ez már mind ugyanaz a technika. Különböző színvariációkban. Így van, de ezek ugyanaz, csak ez nagyobb, az előző, a legelső, amit mutattam, az kisebb volt, és itt is a 2 anyagot összeteszünk, szépen beszegjük egy pánttal, egy sréppánttal, ugye mert, hogy az ív miatt gyönyörűen ki kell neki feküdni, és szintén fogom a 2-t, levarrom, kihajtom, és akkor megszületnek ezek a gyönyörű kis terítők. Egyetlen egy dolgot hiányolok, a karácsonyfa takarót azt nem hozott nekünk bemutatni, pedig az nagyon, tehát az nagyon közkedvelt az elmúlt az évek nagyon tapasztalatai alapján. Hát azt nem hoztam, elnézést érte. Van, nagyon sok mindenkinek van közülünk is. Hát az viszont egy nagyon nagy munka, és az rengeteg anyagot felemészt. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk beszélgetni, ötletelni a karácsonyi készülődéssel kapcsolatban, és a kedves televíziónézők remélem, hogy találtak azért használható ötleteket, olyat, ami tetszik, és esetleg neki is mernek fogni, még van néhány hét karácsonyig. Köszönöm szépen, hogy itt volt, kellemes ünnepeket kívánunk. Köszönöm, viszont kívánom. Köszönjük. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.